Élettel telt meg, és élő zenétől volt hangos ismét Pakson a Gastro Blues Club, ahol teltházas jótékonysági koncertet rendeztek, melynek bevételét a kárpátaljai testvérváros gyermekeiért a Viski Magyar Óvodának ajánlották fel a szervezők. A Viski intézmény több mint 10 éve segítik a Gastro Blues szervezők, előbb a megépítésére, majd pedig a bővítésére, fenntartására adják a befolyt összeget. Ez egy jótékonysági koncert, a Viski Magyar Óvodának gyűjtjük ezt az adományt. Amikor meghirdettük, még abszolút nem volt arról hír, hogy a szomszédunkban ilyen háborús helyzet alakul ki, tehát ezt már az év elején meghirdettük az esemény. Most különös apropója van ennek, hiszen még rosszabb helyzetbe került Kárpátalja, úgyhogy tényleg nagy szükségük van az adományokra, és nagyon szép számban jelentek meg itt az egész Tolna megyéből, de még Székesfehérvárról is foglaltak asztalt, úgyhogy nagyon örülünk, hogy erre a nemes célra ennyien összejöttünk, és mind a belépőjegyek, mind a tombolának a bevétele erre a célra fog menni, illetve felajánlott a Paksi FC egy dedikált focilabdát, illetve egy meszt is, illetve múlt héten volt egy lemezbemutató koncertünk, ahol Takás Tamástól megszereztük a szájharmonika szettjét, úgyhogy ezt is a licitbe tettük, és ezt egyébként már egy komoly összeg összegyűlt különféle adományokból, úgyhogy ezt a licitet kitoljuk egészen decemberig a lemezbemutatójuk, úgyhogy reméljük, hogy egy szép összeget sikerül majd később is átadni majd a viskieknek. Ezúttal a befolyt összeg több mint 500 000 forint volt a jótékonysági esten, melyen a közönség kedvenc Tűzkerék XT adott koncertet Gál Gáborral kiegészülve. Nagy közönség kedvenc az Esztergomi Tűzkerék XT. A fesztiválon, valamennyi fesztiválon szinte itt voltak, és most is ők voltak itt. És tényleg már az első menet lement, Gál Gábor volt a vendégzenész basszusgitáron, úgyhogy már jól bemelegítették az egész teret. Annyit el kell mondani, hogy a Gastro Blues Club idén ünnepli 35. évfordulóját, úgyhogy nem csak a fesztiválnak van egy nagy jubileum, ugye a 30. lesz az idén nyáron, hanem ennek a klubnak is. Az idén is július első hétvégén lesz a Gastro Blues Fesztivál, és már egy világhírű Egyesült Államokbeli gitáros 2019-ben már járt nálunk, Eric Gales eljön, és hát még azért lesznek nagy nevek, Miller Anderson, Pete York az Egyesült Királyságból, és hát nagy nevek jönnek még Magyarországonról is, hiszen Tátrai Tibornak egy új formáció, Godfather is ellátogat hozzánk, de ahogy megszokták a látogatók, 5 helyszínen 50 koncertet lehet majd megnézni. Kozma Győző nagy blues rajongó és fesztiválozó. Az összes Gastro Blues Fesztiválon ott volt, akárcsak a jótékonysági koncerten most fellépő Tűzkerék XT. Ők azok az esztergomi srácok, akik az összes fesztiválon a legtöbb fellépést produkálták. Ebben benne vannak ugye a csarnok koncertek, benne vannak a vasárnapi piknik koncertek, a klub koncertek és a templomiak is egyben. Tehát, hogyha a 30 éves fesztivált nézzük, akkor ők ezt már régen felülmúlták. Óriási rajongótáboruk van, én már nagyon régóta ismerem őket, és követőik is vagyok. A blues zene az egész gyermekkoromtól átitatódott, hogy úgy mondjam, és követtem akár a külföldi, akár a magyar előadókkal kapcsolatos fellépéseket, kompozíciókat. Engem valahogy megérintett az egyszerűsége, és ugyanakkor a bonyolultsága, az őszintesége, a szomorúsága és a vidámsága, a tempója, a vibráló feszültsége, úgyhogy engem magával ragad a blues. Én azt hiszem, hogy a műfajon belül ez egy olyan dolog, ami végigkísérje az ember életét.